Ő kapcsolódik itt össze. Tudnélik, hogyha most van 2011, akkor én 1972-ben kerültem be a főiskolára, akkori főiskolára. Úgyhogy jövőre lesz 40 éve, hogy elsős főiskolás hallgató lettem. És nekünk itt eltelt a főiskolán másfél-két év, amikor felfedeztük, hogy a Fiatal Művészek Klubjában nagy pezsgő élet van. És akkor kezdtünk lejárni, én is akkor kezdtem lejárni, 73-74-ben. És hát a Galántai Gyurka volt az a kevés, aki ott nagy szeretettel fogadta az új generációt. Tehát az egész esteket át tudtunk beszélgetni a teljes elfogulatlanságára emlékszem, hogy egy üveg sör mellett tudtunk beszélgetni, úgyhogy akkor találkoztunk először életünkben. És akkor még az Erdély Miklósnak volt ott ugye asztala, és az Erdély asztalához bárki leülhetett, úgyhogy a fiatal főiskolások, akikkel másoknak a verziójuk volt, a Galántai Gyurka meg az Erdély Miklós teljesen a keblére ölelt bennünket. Tehát mondjuk így kezdődött a Galántai Gyurkával a kapcsolatom. És aztán mi itt elkezdtünk a főiskolán, kialakult ez a baráti kör, amiből ugye aztán Rózsa Presszó tovább gyűrűzött, és a, hát hogy a személyes kapcsolatok, hogy folytatódtak, ugye a Klanicai Júlióval, a Rózsa Presszóval találkozott a Gyurka, és akkor abból született, vagy abból keletkezett életre szóló kapcsolat is, egy ilyen alkotói együtt munkálkodás. És aztán hát az összes felemásság és az összes összekeveredett állapotok, hogy például a Galántai Gyurka volt az ugye, aki hát 72-ben, vagy 73-ban verték szét a Balatonbogra. 73-ban. És 73-ban telepedett oda a korabeli fiatal művészek újjába ez az egész társasága. Hát ugye a színházasok, ez az egész kísérleti, progresszív, gondolkodású, szellemi, alkotói kör, és a Gyurkát lehetetlenné tették a hivataltól, nagyon sokat szenvedett, de furcsa módon, és ugye hát neki megvan a maga története, de furcsa módon az én későbbi szövetségi felvételimnek a támogatója az a szintén a Galántai György volt, ez valamikor 79-80-ban került erre sor. De hát mondhatom, hogy hát a korai éveimtől kezdve végig kísér a Gyurkával. Igen, hiszen a Mélárdon is. De hát ez ismét nem csak egy ilyen, hanem ez egy alapvetően egy szellemi kapcsolat. Mert én azt gondolom, hogy a Gyurkának a tevékenysége az a mind a mai napig a jövővel való foglalatosság. És ő az a ritka kivétel, aki ezt mondhatom, hogy egy ilyen nagyon elkötelezett hittel csinálta végig a pályafutását, és még a mai napig is nagyon reményteli a tevékenység. Úgyhogy most további
erőt kívánok neki, és vannak harcos társai, erről szeretném biztosítani, hogy a életbe kell maradni, tovább kell csinálni ezt a jövővel való foglalatosságot.